Tizedik fejezet. Péntek este volt, és Hanknek állandóan a találkozó járt a fejében. Egy fiatal hölgy ült vele szemben a lakás egyik sarkában kialakított dolgozóban. Hank előzőleg megkérte Maryt, hogy maradjon ő is a közelükben, és adja egyértelmű jelét annak, hogy ő a felesége, de persze közben legyen nagyon szívélyes is. A fiatal hölgy egyszerűen Carmen néven jelentkezett be hozzá, és az öltözetét és magatartását látva Hank okosabbnak tartotta, ha felesége nyit ajtót neki, ha majd megérkezik a tanácsadásra. Ám amennyire a házaspár meg tudta ítélni, a hölgy nem színészkedett. Nagyon is valóságos, komoly problémával jött lelki tanácsadásra. Azt hiszem, kezdte, nagyon magányos vagyok, és ez lehet az oka, hogy állandóan hangokat hallok. Fölnézett, hogy lássa, milyen hatást váltottak ki a szavai, de Hank és Mary már semmi sem csodálkoztak azok után, amiken keresztül mentek. Miféle hangokat? Kérdezte Hank. Miket mondanak ezek a hangok? Carmen elhallgatott, a plafont vizsgálgatta ártatlanul csillogó kék szemeivel. Ezek valóságos dolgok, magyarázkodott. Nem vagyok őrült. Persze, értjük. Kérlek, mesélj ezekről a hangokról. Mikor szoktak szólni hozzád? Különösen, amikor egyedül vagyok, mint tegnap este is. Az ágyban feküdtem, és elmondta, miket mondott neki a hang, mintha egy obszcén telefonhívás lett volna. Mary nem tudta, mit is mondjon, az ügy kezdett nyomasztóvá válni számára. Hank viszont nem volt megdöbbenve, és bár úgy érezte, óvatosnak kell lennie Carmennel kapcsolatban, nyitva hagyta azt a lehetőséget, hogy esetleg ugyanazok a démonikus erők támadták meg a lányt, mint őket. Carmen, kérdezte, felfedték valaha is ezek a hangok a kilétüket? A lány gondolkozott egy kicsit. Azt hiszem, egyikük spanyol vagy olasz akcentussal beszélt, és Amanónak vagy Amancónak nevezte magát. Nagyon lágy hangon azt mondogatta, hogy szeretkezni akar velem. Ekkor megszólalt a telefon. Mary gyorsan felállt, hogy felvegye. Igyekezz vissza, szólt utána Hank. Mary kisietett. Hank még utána nézett, amikor egyszer csak azt érezte, hogy Carmen megérinti a kezét. Ugye nem gondolod azt, hogy őrült vagyok? Kérdezte, és esedező szemekkel nézett rá. Hogy? Hank visszahúzta a kezét, úgy tett, mintha meg akarta volna vakarni a másikkal. Nem, Carmen, nem vagyok, vagyis nem vagy. De nagyon kíváncsi lennék, honnan származhatnak ezek a hangok. Mikor hallottad először? Amikor Ashtonba érkeztem. A férjem ott hagyott, és idejöttem, hogy új életet kezdjek, de olyan magányos lettem. Akkor hallottad először, amikor Ashtonba jöttél? Azt hiszem, azért történt így, mert magányos voltam, és még most is az vagyok. És első alkalommal mit mondtak? Hogyan mutatkoztak be? Egyedül voltam, éppen akkor költöztem ide, és azt hittem, Jim hangját hallom, tudod, ő a férjem. Folytasd! Tényleg azt hittem, hogy ő az. Még arra sem gondoltam, hogyan is beszélhetne hozzám anélkül, hogy ott lenne velem. Válaszoltam, és ő is elmondta, mennyire hiányzom neki, és hogy szerinte jobb lesz így. Velem töltötte az éjszakát. Carmen szeme könnybe lábadt. Olyan csodálatos volt. Hank nem tudta, mit szóljon. Hihetetlen. Csak ennyit tudott kinyögni. Carmen megint esedező tekintettel nézett rá, és könnyek között mondta. Tudom, hogy hiszel nekem. Már sokat hallottam rólad. Azt mondták, nagyon megértő és könyörületes ember vagy. Attól függ, kivel, gondolta Hank, és ekkor Carmen ismét megérintette a kezét. Itt az ideje, hogy befejezzük, szögezte le magában a lelkész. Szólt, és megpróbált vigasztaló, őszinte, nem elítélő hangot megütni. Úgy gondolom, hogy hasznos volt a mostani beszélgetés. Ó, igen, nagyon. Eljönnél majd még egyszer valamikor a jövő héten? Az nagyon jó lenne, kiáltott fel a lány kitörő örömmel, mintha randevút kértek volna tőle. Olyan sok mondani valóm van még. Hát jól van, azt hiszem a jövő péntek jó lenne nekem, ha neked is megfelel. Persze, hogy megfelelt. Hank felállt, ezzel is jelezve, hogy a megbeszélés véget ért. Nem merítették ki az egész témát, de ami Hanket illeti, ez így is éppen elég volt. És jó lesz, ha mindketten gondolkozunk még ezeken a dolgokon. Egy hét elteltével talán világosabban fogunk látni. Talán ki tudunk sütni valamit. Hol a csodában van már Mary? Pont ekkor lépett be a szobába. Ó, már indulsz is?
Csodálatos volt, sóhajtott Carmen, és végre elengedte Hank kezét. Kikísérték, és elbúcsúztak tőle. Hank nem gondolta, hogy ilyen könnyen megszabadul Carmentől. Szerencse, hogy Mary visszajött, és megmentette. Becsukta a bejárati ajtót, és neki támasztotta a hátát. Hú, sóhajtott. Hank, szólt Mary csendesen. Nem tetszik nekem ez a dolog. Igen, egészen rendkívüli egy eset. Mit szólsz ahhoz, amiket mondott? Hát, majd még meglátjuk. Ki telefonált? Kérdezte Hank. Nem fogod elhinni, egy nő volt a hírmondótól, és azt akarta megtudni, vajon Al Trummelt zártuk-e ki a gyülekezetből. Hanknek tátva maradt a szája. Bernice kisé csalódottan vonult be főnöke szobájába. Marshall az íróasztalnál ült, a keddi számhirdetéseit rendezgette. Na, mit mondtak? Kérdezte anélkül, hogy fölnézett volna. Nem Brummel volt az, és szerintem nem volt jó húzás ezt így megkérdezni. A lelkész feleségével beszéltem, és a hangjából ítélve ez egy nagyon kényes téma. Igen, a fodrásznál is ezt hallottam. Azt mondta valaki, hogy ma este fognak szavazni a lelkész ellen. Úgy, akkor tényleg kényes Marshall. Igen, de ennek semmi köze a mi ügyünkhöz, és ennek nagyon örülök. Már így is túl messzire mentünk. Marshall egy pillantást vetett a névsorra, amit Bernice kapott Albert Dartól. Hogy végezzem a munkám, ha folyton ilyenekkel ostromolsz, Bernice? Kezdesz egyre terhesebb lenni a számomra, tudod-e? Bernice bóknak vette a megjegyzést. És láttad a Langstrett által tartott fakultatív tanfolyamokról szóló szórólapot? Marshall a kezébe vette, és hitetlenkedve rázta a fejét. Mi a fene ez? Bevezetés az isteni és istennői tudatba és tudományba, az ember isteni természete, boszorkányság, varázslás, a szent gyógyító karika, hogyan hatnak a varázsigék és a rituálék. Ez valami vicc. Csak olvasd tovább, főnök. Út a belső világosság felé, találkozás a szellemünkkel, a belső fény felfedezése, bensőnk gondolati, érzelmi és szellemi síkjainak összehangolása hipnózis és meditáció segítségével. Marshall tovább olvasta egy kicsit magában, majd egyszer csak felkiáltott. Micsoda? Hogyan élvezzük a jelent, a múlt és a jövő megtapasztalásán keresztül? Ez a legjobb itt alul. Kezdetben vala az istennő. Lehet, hogy Langstrett magára gondolt, tréfálkozott a lány. De hát hogy nem hallott ezekről senki idáig, háborodott fel Marshall. Valamilyen oknál fogva ezeket sosem hirdették az egyetemi újságban, és a tanfolyamok hivatalos listáján sem szerepelt. Albert Dartól kaptam a szórólapot, aki elmondta, hogy csak az ilyesmi után érdeklődő hallgatók körében terjesztették. És az én kis Sandym ott ül ennek a nőnek a tanfolyamain. És bizonyos értelemben a listán szereplő személyek valamennyien. Marshall letette a szórólapot, és kézbe vette a listát. Még egyszer megrázta a fejét, semmi okos nem jutott az eszébe. Nem sokat törődnék az egésszel, ha egy csapat ismeretlen balek vezettetné magát az orránál fogva ezzel a Langstrettel, de ezek mind fontos személyek. Nézd csak meg, ketten az egyetemi tanács tagjai. Itt van az egyetemi telek tulajdonosa, a megyei számvevő, a járásbíróság elnöke. Magyarázkodott Bernice. És Young, a köztiszteletben álló, nagyra becsült és befolyásos Oliver Young. Marshall visszagondolt a tiszteletessel folytatott beszélgetésre. Igen, minden egybevág. Most már értem, miért lökte azt a homályos, zavaros dumát ott az irodájában. Youngnak egészen sajátos vallása van. Nem vaskalapos baptista, azaz egy biztos. A vallás nem érdekel, a hazugság és a titkolózás annál inkább, fakadt ki Bernice. Tagadja, hogy ismerné Langstrettet, az tény. Megkérdeztem tőle kerekperec, és a szememben mondta, hogy nem ismeri. Valaki hazudik, dudorázta Bernice. Bárcsak több információnk lenne, elégedetlenkedett a férfi. Hiszen még csak Albert Darral beszéltem. És Ted Harmel, mennyire ismerted őt, Bernice? Azt hiszem, elég jól. Hallottad, miért ment el? Marshall gúnyosan elmosolyodott. Brummel állítja, hogy valami botrányos ügye volt, de hát kinek lehet hinni manapság? Ted tagadta a vádakat, mondta határozottan a lány. Á, mindenki mindenfélét beszél, és mindenki mindent tagad.
Minden esetre hívd fel Marshall, tudom a számát, Windsor közelében lakik. Próbál remeteként eltűnni a világ szemei elől. Hogan rápillantott az íróasztalán heverő hirdetésekre, amelyek elrendezése még sok időt és figyelem összpontosítást kívánt. Hogy fogom elvégezni ezt a rengeteg munkát? Nem olyan nagy dolog az. Ha én tudtam időt szakítani arra, hogy bemenjek az egyetemre, akkor az a minimum, hogy te meg felhívod Tedet. Holnap is hívhatod. Szombaton úgyis szabadnapos vagy. Újságíró az újságíróval, szerkesztő a szerkesztővel. Jól meg fogjátok érteni egymást. Marshall sóhajtott. Akkor mondd a számot. Béri végzett a mosogatással. Letette a rongyot, és átment a hálószobába. Hank ott térdelt a sötétben az ágy mellett, és imádkozott. Letérdelt mellé, megfogta a kezét, és mindketten az Úr elé vitték kéréseiket, gondolataikat. Azért imádkoztak, hogy ma este is az Úr akarata valósuljon meg. Készek voltak arra, hogy elfogadják, bármi is legyen az. Al Prummelnek saját kulcsa volt a templomhoz. Belépett, felgyújtotta a lámpákat, és bekapcsolta a hőfokszabályozót. Nem érezte magát valami fényesen. Bárcsak jól szavaznának ezúttal. Állandóan ez visszhangzott a fejében. Bár még egy fél óra volt a találkozó kezdetéig, egyre másra kezdtek érkezni az autók. Több, mint ahány vasárnaponként jönni szokott. Megjött Sam Turner, Brummel legfőbb csatlósa, a nagy Cadillac-jével, és segített a feleségének kiszállni az autóból. Farmer volt, ugyan nem nagy birtokos, de úgy viselkedett, mintha az lett volna. Ez az este őket sem találta derűs hangulatban. Egy másik autóval John Coleman érkezett feleségével, Patriciával. Csendes emberek voltak, a város egyik nagy gyülekezetéből jöttek át az Eston közösségibe. Nagyon szerették Henket, és ezt nem is rejtették véka alá. Jól tudták, Elf Brummel nem örül annak, hogy itt látja őket. Sorra érkeztek az emberek. A hasonló véleményen levő hívők kis csoportokba verődtek, és folytott hangon beszélgettek egymás között. Mások meg csak bámészkodtak, és latolgatták, mi lesz a szavazás végeredménye. A templom tetején, az épület körül kialakított állásokban és a szentély meghatározott őrhelyein sötét árnyak fészkelték be magukat, és mindent szemmel tartottak. Lucius föl alá járkált, idegesebb volt, mint valaha. Rafár bízta rá ezt a feladatot, és legalább ezen az estén Lucius ismét régi dicsőségében tündökölhetett. A legjobban az aggasztotta, hogy más szellemek is voltak a közelben, az ügy ellenségei, a mennyei seregek. A biztonság kedvéért Lucius erői sakban tartották őket. Voltak közöttük újak is, akiket még sohasem láttak ezelőtt. A közelben, de nem túlságosan közel, két harcosával Szigna őrködött. Tál parancsának megfelelően odaengedték a démonokat az épülethez, de folyamatosan figyelték őket, és főleg azt, hogy nem jelenik-e meg Rafár. Jelenlétük a környéken tartózkodó többi harcoséval együtt mindeddig fékező hatást gyakorolt a démonikus seregekre. Semmilyen incidens nem történt, és Tálnak most ez volt a legfontosabb. Lucius megpillantotta a Coleman házas párt, amint éppen beléptek a bejáraton, és nagyon ideges lett. Régebben sosem álltak túl erősen ellene a Lucius által elrendelt támadásoknak, és már a házasságuk is kezdett megromlani. Aztán összetalálkoztak az imádkozós Bussal, és megváltozott az életük. Kezdtek egyre erősebbé válni. Ha ez így megy tovább, ők is és a hozzájuk hasonló komoly veszélyt fognak jelenteni. De még az ő érkezésüknél is jobban felkavarta Luciust annak a hatalmas isteni hírnöknek a megjelenése, aki kísérte őket. Lucius biztos volt benne, hogy még sosem látta őt. Ahogy a Coleman házaspár leült, Lucius lecsapott a betolakodóra és megszólította. Még sohasem láttalak itt ezelőtt, szólt nyersen. A többi szellem figyelme rögtön rájuk irányult. Honnan jöttél? Az idegen, az európai Simon nem válaszolt. Határozottan és keményen nézett Lucius szemébe. Hallja, mi a neved? Követelőzött Lucius. Az idegen egy szót sem szólt. Lucius arcán gúnyos mosoly jelent meg. Sőket vagy, igaz? És néma is. És ész dolgában sem lehetsz valami jól eleresztve. A démonok röhögtek. Szerették az ilyen hetceket. Mondd csak, jó harcos vagy? Néma csönd. Lucius előkapta vérvörösen csillogó, fémesen csengő görbe kardját. Mint egy jeladásra, az összes démon ugyanígy tett. A fényes pengék csengése betöltötte a termet.
A falakon félhold alakú vöröses fények táncoltak. Az isteni hírnököt körbefogta a fegyveres démonok csapata, így a többiek nem tudtak beleavatkozni. Lucius tovább szórakozott a magányos jövevénnyel. Olyan izzó gyűlölettel bámult mozdulatlanul álló ellenfelére, hogy sárga szemei egészen kidüllettek, és kitágult orjukain keresztül kénes lehelet tört elő. Kardjával játszogatott, apró kis köröket írt levele az idegen arca előtt, figyelte, mikor tesz már valamilyen mozdulatot. Az idegen csak nézte, de nem mozdult. Lucius hangos kiáltással meglendítette kardját, és végighasította a jövevény ruháját. A démonok éjjenzésben és nevetésben törtek ki. Lucius támadó állásba vágta magát, kardját két kézzel markolta meg, előrehajolt és kiterjesztette a szárnyait. Ellenfele szoborként állt ketté hasított ruhájában. – Harcolj, gyáva szellem! – ingerelte Lucius. Az idegen nem válaszolt. Lucius megvágta az arcát, mire a démonok ismét éjjenzésben törtek ki. – Levágjam az egyik füled? Esetleg mind a kettőt? Vagy kivágjam a nyelvet, ha egyáltalán van mit kivágni? – gúnyolódott Lucius. – Azt hiszem, ideje, hogy elkezdjük – szólalt meg ekkor a pulpitusról Elf Brummel. A gyülekezeti tagok abbahagyták folytott hangú beszélgetéseiket, és a terem elcsendesedett. Lucius az idegenre nézett, és egy mozdulatot tett a kardjával. Állj oda a többi gyávához! A jövevény hátrébb lépett a démonok sorfala mögé, és elfoglalta helyét az isteni hírnökök között. 11 angyalnak sikerült bejutnia a templomba, anélkül, hogy a démonokat különösebben felingerelték volna. Triskál és Krioni pedig már Henkel és Mérivel bejöttek. Mivel őket gyakran lehetett látni a lelkésszel és a feleségével, velük különösebben nem törődtek, csak szokás szerint vészjósló és rémisztő pillantásokat vetettek rájuk. Ott volt az ijesztően erős Gájló is, de úgy tűnt, hogy jelenléte a démonok érdeklődését nem keltette fel. Nem is szóltak hozzá. Az egyik jövevény, egy tagba szakadt polinéziai, odalépett Simonhoz. Ellátta az arcán ejtett sebet, miközben Simon azon igyekezett, hogy valahogy rendbe hozza széthasított zubbonyát. Mota vagyok, Polinéziából jöttem, mutatkozott be a jövevény. Simon Európából, Isten hozott. Meg tudod csinálni? Kérdezte Mota az angyal ruhájára utalva. Persze, válaszolt Simon, miközben szakértelemmel szőtte össze a zubbonyt a puszta ujjaival. Hol van Tál? Még nincs itt. Kolmenéket a lázdémona akarta visszatartani, semmi kétség, hogy Tálnak a Duster nénivel szembeni támadással gyűlt meg a baja. Nem is tudom, hogy képes elhárítani anélkül, hogy láthatóvá ne tenné magát. Sikerülni fog neki. Simon körülnézett. Sehol sem látom Bál fejedelmet. Lehet, hogy sosem fogjuk meglátni. És talán ő sem fogja viszont látni Talt. A terem időközben teljesen lecsendesedett. Brummel a pulpitusról végignézett az összegyűlteken, vagy 50-en lehettek. Önkéntelenül is arra gondolt, vajon milyen eredményt fog hozni a szavazás. Az emberek egyik része biztos, hogy Henk ellen fog szavazni, egy másik része pedig mellette. De aztán itt van az a sok közömbös és kiszámíthatatlan ember, akikről semmi biztosat nem lehetett előre tudni. Szeretném megköszönni mindannyiótoknak, hogy eljöttetek ma este. Kezdte. Kínos ez az ügy, amiről döntenünk kell. A magam részéről sokszor azt kívántam, hogy ez a mai este soha ne jöjjön el. De tudom, mindannyian azt szeretnénk, hogy Isten akarata teljesedjék be, és ez valósuljon meg, ami a legjobb az ő népének. Tehát kezdjük el imával az összejövetelt, és kérjük az ő gondviselését és irányítását a mai estére. Ezzel Brummel áltatos imába fogott. Kegyelemért, könyörületért folyamodott az úrhoz, de olyan stílusban, hogy szem lehetőleg ne maradjon szárazon. A szentély előső sarkában Gájló mogorván ácsorgott, és azt kívánta, bárcsak egy angyal is leköphetne egy emberi lényt. Triskál megkérdezte Simont, te érzel valamilyen erőt? Simon visszakérdezett, miért? Talán valaki más is imádkozik? Brummel befejezte az imáját, néhányan áment mondtak rá, ő pedig folytatta mondókáját. Összejövetelünk célja, hogy nyíltan megvitassuk Henk lelkésszel kapcsolatos érzéseinket, hogy egyszer s mindenkorra véget vessünk a rossz indulatú pletykának, suttogásnak, és végül bizalmi szavazással zárjuk-e találkozót.
Szeretném remélni, hogy az Úr bölcsessége fog vezetni mindannyiunkat ezekben a kérdésekben. Akinek valamilyen közérdekű mondani valója van, azt arra kérem, legfeljebb 3 percig beszéljen. Mindig szólni fogok, ha a 3 perc letelik, és kérlek benneteket, figyeljetek erre. Brummel oda pillantott Henkre és Mérire. Azt hiszem, úgy lenne helyes, ha a lelkész szólna elsőként. Utána pedig magunkra hagyna, hogy szabadon beszélhessünk. Méri megszorította Henk kezét. Henk fölállt, a pulpitushoz lépett, és mindkét kezével megtámaszkodott. Hosszú ideig egyetlen szót sem tudott szólni. Szeme végig siklott az embereken, mindenkinek sorra a szemébe nézett. Most szembesült csak vele, mennyire szereti őket, valamennyiüket. Látta némelyikük arcán a keménységet, de megkeseredettségnek és becsapottságnak tulajdonította ezt az ellenségességet. A bűn, a kapzsiság és a lázadás vitte őket tévútra. Sok más arcról viszont együttérzést olvasott le. Biztos volt benne, hogy néhányan csöndben imádkoznak Isten kegyelméért és beavatkozásáért. Henk gyorsan elmondott magában egy imát, majd hozzákezdett. Mindig is megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezen a szent helyen állhatok, és hirdethetem az igét, az igazságot. Egy pillanatra még egyszer végignézett az arcokon, majd folytatta. Ma este is úgy érzem, nem térhetek le az útról, amit Isten jelölt ki számomra, és nem mondhatok le annak a célnak a megvalósításáról, amivel valamikor ide álltam elétek. Nem azért vagyok itt, hogy megvédjem magam vagy a szolgálatom. Jézus az én szószólóm, életemet az ő kegyelmébe ajánlom. Most, hogy ismét itt állok a pulpitus mögött, szeretnék megosztani veletek egy igét, amelyet Istentől kaptam. Henk kinyitotta a Bibliát, és felolvasott egy részt a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből. Kérlek azért az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben. Szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd. Szolgálatodat teljesen betöltsd. Henk becsukta a Bibliát. Körülnézett a teremben, és határozottan szólt. Isten igéjét arra kell vonatkoztatnunk, amire az valóban vonatkozik. Most csak a saját nevemben fogok beszélni. Nekem Istentől van elhívásom, ahogy az iménti ige is állítja. Tudom, néhányan azt gondoljátok, hogy a rögeszmémmé vált az evangélium, és állandóan csak erre tudok gondolni. Tulajdonképpen ez igaz is. Sokszor magam is csodálkozom, miért ragaszkodom ehhez a sok vesződtséggel járó feladathoz, de számomra Isten elhívása visszavonhatatlan elkötelezettséget jelent. Úgy vagyok vele, mint Pál. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tudom, hogy Isten igéjének igazsága néha megosztást, haragot szül és botránykővé válhat, de ez csak azért van így, mert az ige megváltozhatatlan, megrendíthetetlen. És kell-e ennél jobb ok arra, hogy az életünket erre a megingathatatlan kősziklára építsük? Ha ellene szegülünk Isten igéjének, akkor csak saját magunkat, az örömünket, békességünket, boldogságunkat tesszük tönkre. Szeretnék sportszerű lenni veletek, ezért őszintén elmondom, mi az, amit várhattok tőlem. Továbbra is szeretni foglak benneteket, akár viszonzásra kerül, akár nem. Pásztorolni és táplálni akarlak titeket, ameddig veletek vagyok. Nem fogom kétségbe vonni azt, amit legjobb hitem szerint Isten igéje mond. Nem fogok hátat fordítani annak, és nem fogok megalkudni. Ez azt is jelenti, hogy lehetnek majd idők, amikor a pásztorbotomat fogjátok a nyakatokon érezni. Nem azért, hogy megítéljelek, vagy befeketítselek titeket, hanem azért, hogy a helyes irányba tereljelek, megvédjelek benneteket, hogy a sebek begyógyuljanak. Jézus Krisztus evangéliumát akarom hirdetni, hisz erre van elhívásom. Felelősséget érzek a város iránt, néha annyira erősen, hogy magam sem értem miért. De ez az érzés akkor is a szívemben van. Nem tehetem meg, hogy nem törődöm vele, vagy megtagadom. És amíg az Úr nem vezet máshová, addig Estonban kívánok maradni, és vállalom ezt a felelősséget. Ha ilyen pásztort akartok, adjátok tudtul nekem ma este. Ha nem ilyen pásztort akartok, nos,
azt is tudassátok velem. Mint mondtam, szeretlek benneteket. Kívánom, hogy Isten a legjobbat adja nektek. És azt hiszem, ez minden, amit mondani akartam. Henk lelépett az emelvényről, kézen fogta Mérit, és végigmentek a padsorok között az ajtóhoz. Henk igyekezett az emberek tekintetét elkapni. Volt, aki szeretettel és bátorítóan nézett vissza rájuk, volt, aki elfordította a fejét. Krioni és Triszkál Henkel és Mérivel együtt távozott. Lucius gúnyos megvetéssel nézett utánuk. Nincs otthon a macska, cintognak az egerek, dünnyögte Gájló a társainak. Simon kissé aggódva ismét megkérdezte. Hol lehet Tal? Brummel emelkedett szólásra. Most következzenek a hozzászólások. Kézfeltartással lehet jelentkezni. Igen, Sam, talán kezd el te. Sam Turner felállt és előre ment. Köszönöm, Elf, mondta. Mindannyian ismertek engem és a feleségemet, Helent. Több mint 30 éve vagyunk a város polgárai, és jóban rosszban támogattuk a gyülekezetet. Nem akarom csűrni-csavarni a dolgot, mindannyian tudjátok, miféle ember vagyok, mennyire hiszek abban, hogy mindenkinek szeretnie kell a fele barátját, és jó életet kell élnie. Mindig igyekeztem helyesen cselekedni, és jó példája lenni annak, hogy milyen legyen egy keresztény. De ma este bosszus vagyok. Bosszus? Méghozzá barátom Lou Stanley miatt. Talán észrevettétek, hogy Lou nincs közöttünk ma este, és nyilván azt is tudjátok, hogy miért. Régebben ő is ide járt, a gyülekezethez tartozott. Szeretett minket. Mi is szerettük őt, és hiszem, hogy még mindig szeretjük. De ez a Bush, aki azt hiszi magáról, hogy Isten áldása a földön, úgy vélte joga van ahhoz, hogy megítélje Lou-t és kirúgja a gyülekezetből. Barátaim, hadd mondjak el valamit. Senki nem rúghatja ki Lou Stanleyt sehonnan, ha ő nem akarja. Az a tény, hogy még ezeket a rágalmakat is képes volt elviselni, csak a jó szívéről tanúskodik. Be is perelhette volna a Bush-t, vagy megoldhatta volna az ügyet úgy, ahogy már jó pár más ügyet is megoldott. Lou semmitől sem fél. De szerintem annyira szégyeli azokat a szörnyű dolgokat, amiket kitaláltak róla, és annyira bántja az a tudat, hogy miket gondolunk róla, hogy jobbnak találta, ha távol marad. És ezért az egészért ez az önigazult, képmutató pletykafészek a felelős. Elnézést, ha kicsit kemény szavakat használok, de tudjátok, emlékszem azokra az időkre, amikor ez a gyülekezet olyan volt, mint egy család. Milyen régen is volt. És nézzétek, hol tartunk most? Veszekedünk. Perlekedünk. Miért? Mert engedtük, hogy Hank Bush ide jöjjön, és nyugtalanságot támaszon közöttünk. Pedig azelőtt a városunkban is, a gyülekezetünkben is béke honolt. Azt mondom, tegyük meg a szükséges lépéseket, hogy ismét visszakerüljünk a régi kerékvágásba. Turner visszaült a helyére, mellette néhányan egyetértően bólogattak. John Coleman volt a következő hozzászóló. Félénk természete miatt nagyon szorongott, hogy ennyi ember előtt kell beszélnie, de úgy érezte, mindenképpen meg kell tennie. Tehát, kezdte, és szemét lesütve forgatta kezében a Bibliáját. Nem vagyok egy beszédes alkat, és nagyon nehezen szántam rá magam, hogy kiálljak ide mindenki elé, de úgy gondolom, hogy Hank Bush valóban Isten embere. Nagyon jó lelkész, és végtelenül sajnálnám, ha el kellene mennie. Az a gyülekezet, ahonnan a feleségemmel Pettel jöttünk, szóval az a gyülekezet nem felelt meg a mi igényeinknek, és egyre nagyobb éhség volt bennünk. Éhség az ige iránt, Isten jelenléte iránt. Úgy érzem, itt megtaláltuk, és már előre örültünk annak, hogyan fogunk növekedni az Úrban Henk vezetése alatt. Tudom, hogy sokan mások is ugyanígy vannak ezzel. Ami pedig a Lou-féle ügyet illeti, azt nem lehet csak Henkre kenni. Mindannyian benne voltunk a döntésben. Én is, és tudom, hogy Henk senkinek sem akart ártani. John leült, Patricia pedig megveregette a karját. Jól beszéltél. De John már nem volt ilyen biztos ebben. Most Brummel fordult a gyülekezethez. Úgy vélem, érdemes lenne meghallgatni Gordon Meyer gyülekezeti titkár véleményét is. Gordon Meyer előre ment, hón alatt jegyzőkönyveket és más iratokat szorított. Ideges ember volt, most is feszült arccal, rekettes hangon szólalt meg. Két dolgot szeretnék elmondani. Először is, a pénzügy tekintetében tudnotok kell, hogy az utóbbi hónapokban a felajánlások állandóan csökkennek.
Ugyanakkor a kiadásaink a régi szinten mozognak, sőt, inkább még megnövekedtek. Más szavakkal úgy is mondhatnám, hogy kezdünk kifutni a pénzünkből. Egyébként semmi kétségem nincs afelől, hogy mi ennek az oka. A köztünk levő nézeteltéréseket meg kell oldani, de nem úgy, hogy az adományokat visszatartjuk. Ha panaszotok van a lelkész ellen, akkor tegyétek meg ma este, amit kell, de ne tegyétek tönkre az egész gyülekezetet emiatt az ember miatt. Másodszor. Szeretném elmondani, hogy összeült az egyházi bizottság, hogy ajánljon valaki mást erre az állásra. Jól ismerem a bizottságot, és biztosíthatlak benneteket, hogy annak idején nem állt szándékukban Burst javasolni. Meg vagyok róla győződve, hogy az egész dolog a véletlen műve. Nagy hibát követtünk el. Arra az emberre szavaztunk, akire nem kellett volna, és most ennek a levét visszük. Azzal fejezném be, hogy bár valóban hibát követtünk el, én hiszek bennetek, és hiszek abban, hogy viszájára tudjuk fordítani ezeket a kedvezőtlen folyamatokat, és megfelelő változásokat, változtatásokat tudunk kieszközölni. Tegyük az ügy érdekében. És így telt el az este. Jó 2 órán át felváltva vádolták, illetve dicsérték Hengbust. Ahogy múlt az idő, az ellentétes vélemények egyre szenvedélyesebben fogalmazódtak meg. Végre megérett a helyzet arra, hogy megkezdjék a szavazást. Brummel már előzőleg levette az zakóját, meglazította a nyakkendőjét és fölhajtotta az ingúját. A szavazó cédulák ki voltak készítve elé. Rendben. Tehát a szavazás titkos lesz, mondta, és megkérte 2 septében kinevezett segédjét, hogy osszák ki a cédulákat. A lehető legegyszerűbben fogjuk csinálni. Aki azt akarja, hogy maradjon a lelkész, írjon igent. Aki azt akarja, hogy más jöjjön helyette, az pedig írjon nemet. Mota oldalba bökte Simont. Vajon elegendő szavazata lesz Henknek? Simon a fejét rázta. Sajnos nem biztos. Úgy érted, lehet, hogy veszíteni fog? Reménykedjünk, hogy valaki imádkozik. Hol lehet vajon? Hol lehet Tal? Egyetlen igent vagy nemet leírni nem tart sokáig, ezért a cédulákat szinte azonnal be is szedték. Gájló még mindig ott állt a sarokban, farkas szemet nézve a démonokkal. A kisebb méretű, zaklató szellemek a szentélyben röpködve megpróbálták kilesni, hogy ki mit írt a szavazó cédulára, és annak megfelelően vigyorogtak, éjjeleztek, vagy éppen átkozódtak. Gájló arra gondolt, hogy 1 kézzel 3-nak, vagy akár 4-nek is el tudná kapni a nyakát. Már nem kell sokáig várni, kis mit ugrászok, nem kell sokáig várni. Ismét Brummelé volt a szó. Tehát a pártatlanság érdekében kérem, hogy mindkét vélemény egy-egy képviselője jöjjön ki, és ők végezzék el a szavazatok összeszámlálását. Rövid tanakodás után John Coleman-t és Gordon Mayert választották ki a feladatra. A 2 férfi a szavazó cédulákkal egy hátsó padba vonult. Egy egész csapatnyi démon gyűlt köréjük, szárnyaikat csapkodva, sziszegő hangokat hallatva. Minél előbb látni akarták a végeredményt. Gájló is odament. Végül is így fel a dolog, gondolta, de Lucius abban a szempillantásban lecsapott rá a mennyezetről, és a fogai között sziszegte. Állj szépen vissza a sarkodba! Szeretném látni, mi a végeredmény. Ó, hát nem tudod, gúnyolódott Lucius. És mi van, ha téged is szétszabdallak, mint a barátodat? Próbáld meg, válaszolt Gájló, de olyan hangsúllyal, hogy Lucius inkább meggondolta magát. Gájló megjelenésére a kis démonok szétrebbentek, mint a csirkék. Odahajolt a 2 férfi fölé. Először Gordon Mayer vette kézbe a szavazó cédulákat, és úgy adta tovább John Coleman-nek. De Mayer lopva már elrejtett néhány igen szavazatot a tenyerében. Gájló óvatosan körülnézett, hogy lássa, milyen közel vannak a démonok, majd kissé rákuppintott Mayer kezére. Az egyik démon meglátta, és csupasz karmaival Gájló kezére vágott egyet. Gájló elkapta a kezét, és már csak egy hajszál választotta el attól, hogy darabokra szaggassa a démont, de észbe kapott, és Tál parancsának megfelelően megpróbált higgadtan viselkedni. – Mi a neved? – kérdezte. – Csalás – válaszolt a démon. Csalás, ismételgette Gájló, miközben visszasétált eredeti helyére. Csalás. De Gájló mozdulata minden esetre meghiúsította Mayer próbálkozását. A cédulák kiestek Mayer kezéből, és John Coleman észrevette.
Valamit leejtettél, szólt előzékenyen. Maya semmit sem válaszolt, átadta a szavazó cédulákat. A szavazatok összeszámlálása befejeződött, de Mayer kívánságára még egyszer megszámolták őket. Az eredmény ugyanaz volt, döntetlen. Ezt közölték Brummellel is, aki bejelentette a gyülekezetnek. Halk morajlás futott végig a termen. El Brummel érezte, hogy izzadni kezd a tenyere. Kénytelen volt elővenni a zsebkendőjét. Kis figyelmet kérek, szólt. Bár nincs sok esély arra, hogy bármelyikünk megváltoztatná a szavazatát, biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem szívesen halasztaná el a döntést. Ezért azt javaslom, tartsunk most kis szünetet. Föl lehet állni, lehet kicsit járkálni. Utána ismét összejövünk, és megismételjük a szavazást. Brummel még beszélt, amikor a templom őrzésével megbízott két démon valami nagyon nyugtalanító dolgot észlelt. Nem messze két idős asszony tűnt fel, akik lassan közeledtek a templom felé. Egyikük bottal járt, és a másik oldalról a társának is támogatnia kellett. Betegnek látszott, de szemei csillogtak. Arckifejezése elszántságot tükrözött. Lépései és botja jellegzetes ritmusban kopogtak végig az utcán. Barátnője fiatalos és erős volt. Karon fogva támogatta, és közben gyengéden beszélt hozzá. Az a bottal járó öreg asszony, Duster! Sipítozott az egyik démon. Mi baj történhetett? Csodálkozott a másik. Azt hittem, kezelésbe vették az öreg lányt. Hát nincs valami jó állapotban, de úgy látszik, mégis eljött. És ki az a másik nő vele? Edith Dusternek sok ismerőse van, gondolnunk kellett volna erre is. A két hölgy fölment a templom lépcsőjén. Minden egyes lépcsővel meg kellett küzdeniük. Egyik láb, másik láb, aztán a botot a következő lépcsőfokra, és így tovább, míg végül felértek a bejárati ajtóhoz. Na látod, örvendezett a jobb erőben levő hölgy, tudtam, hogy sikerülni fog, és ha az Úr segítségével idáig eljutottunk, akkor most már gondoskodni fog rólunk az út hátra levő részében is. Egy jó kis szívroham, az hiányzik ennek az Edith Duster. Morogta a betegség démona, és kirántotta a kardját. Talán csak szerencsés véletlen volt, de ahogy a démon nagy sebességgel előre lendült, hogy Edith Duster artériájába döfje kardját, a másik nő hirtelen előre lépett, hogy kinyissa az ajtót. A démon kardjának a hegye az ő vállát érte, de mintha csak betonból lett volna, megállította a kardot. Betegséget viszont tovább repítette a lendület, hiába csapkodott a szárnyaival, úgy terült el a templom kertjében, mint egy törött papírsárkány. Közben Edith Duster már be is lépett a templomba. Betegség föltápászkodott és üvölteni kezdett. A mennyei sereg! A másik őrálló démon zavartan bámult rá. Brummel észrevette, hogy Edith Duster egymaga belép a szentélybe. Hangtalanul káromkodott egyet magában. A végén ez a szavazat fogja eldönteni a holtversenyt, és Duster egészen biztos, hogy Bushra fog szavazni. A társaság már gyülekezett. Isten hírnökei mámoros hangulatban voltak. Úgy látszik, Tálnak minden sikerült, lelkesedett Mota. Simonnak viszont aggályai voltak. Az ellenség ilyen fokú aktivitása mellett minden bizonnyal föl kellett, hogy fedje magát. Gájló mosolyogva válaszolt. Ugyan, biztos vagyok benne, hogy a kapitányunk nagyon óvatos volt. Néhány démon valóban elgondolkodott azon, vajon mi történhetett Edith Duster társával a bejárati ajtó és a szentély között. Betegség kitartott amellett, hogy csak egy mennyei harcos lehetett az, de hova tűnhetett. Időközben Tál, a seregek kapitánya csatlakozott Szignához és a másik két őrtálló harcoshoz a rejtek helyükön. Még engem is rászettél, kapitán. Szólt Szigna. Egyszer majd te is kipróbálhatod ezt a trükköt, válaszoltál. Kint a dobogón Brummel azon gondolkozott, hogyan menthetné meg a helyzetet. Szinte már érezte magán Lengstrett szúrós tekintetét, amiért a szavazás rosszul sült el. Akkor hát, kezdte, rendezzük sorainkat, és készüljünk fel a szavazásra. Mindenki leült, és a terem elcsendesedett. Különösen az igennel szavazók voltak nagy várakozással. Miután imádkoztunk, és egymással is megtárgyaltuk a dolgokat, talán lesznek, akik máshogy látják a gyülekezet jövőjét. Azt hiszem. Gyerünk, elf, mondj már valamit. Csak vigyázz, nehogy nevetségessé tedd magad.
Azt hiszem, pár szóval én is ecsetelném az érzéseimet. Tudjátok, hogy Hank Bush még kicsit fiatal. Egy középkorú vízvezeték szerelő félbeszakította. Hé, ha most ellene fogsz beszélni, akkor nekünk is jár ugyanannyi idő, hogy mellette szóljunk. Az igentábor egyetértően felmorajlott. A másik társaság fagyos csöndben ült a helyén. Figyeljetek, datogott Brummel elvörösödve. Nem volt szándékomban befolyásolni a szavazást, csak azt akartam. Gyerünk, szavazzunk, szólt közbe valaki. Igen, szavaztatok, de gyorsan, suttogta Mota. Ekkor kinyílt az ajtó. Hát ez nem igaz, gondolta Brummel. Ki a csuda jön még ilyenkor? Halálos csönd telepedett a teremre. Az új látogató Lou Stanley volt. Mogorván biccentett, és leült az egyik hátsó padba. Nagyon fáradtnak látszott. Most Gordon Meyer zendített rá. Gyerünk, szavazzunk! Kiosztották a szavazó cédulákat. Brummelt Hanninger környékezte, annyira egyben volt a gyomra az idegességtől. Összenézett Lou-val, úgy látta, mintha barátja idegesen nevetgélne. Lou-nak is adjatok szavazó cédulát, szólt Brummel az egyik segítőjének. Simon odasugta Gájlónak. Azt hiszem, jól felkészültünk, akármilyen trükköt is próbálna Lucius bevetni. És akárkit is próbálna felhasználni, egészítette ki a gondolatmenetet a nagy darab harcos. Hosszú éjszakának nézünk elébe, vélekedett Mota. Összeszedték a szavazatokat. Meyer és Coleman megint nekiültek a cédulák összeszámlálásának. Lucius oda küldte démonjait, hogy szorosan fogják közre őket, ő maga pedig a mennyei harcosokat tartotta szemmel. A hangulat egyre feszültebbé vált. Minden szem, démonoké, angyaloké, embereké egyaránt a szavazat számlálókra szegeződött. Meyer és Coleman egymást figyelték, s közben szájuk hangtalanul mozgott. Meyer fejezte be előbb a számolást, megvárta, míg Coleman is a végére ér. Mikor Coleman kész lett, Meyerra nézett, és megkérdezte, szükségesnek tartja-e még egyszer az átszámolást. Szükségesnek tartotta, ezért még egyszer átszámolták. Végül Meyer felírta az eredményt egy darab papírra, és a papírt átadta Brummelnek. Meyer és Coleman visszaültek a helyükre, Brummel pedig széthajtogatta a papírt. Szemmel láthatóan összerezzent. Beletelt kis időbe, amíg vissza tudta nyerni nyugodt, hivatalos stílusát. Tehát, kezdte, és megpróbált uralkodni remegő hangján. Rendben van. A lelkész marad. A gyülekezet egyik fele fellélegzett, és felszabadult csevegésbe, nevetgélésbe kezdett. A másik fele vette a kabátját, holmiát, szó nélkül távozott. Elf, mi volt a szavazati arány? Kérdezte valaki. Hát, az nincs itt felírva. 28-26, válaszolt Gordon Meyer, és szemrehányó pillantást vetett Lou Stanley felé. De Lou Stanley már nem volt.